muzsikás együttes zenésze vagyok. Nagyon hálásak vagyunk az iskolának, hogy lehetővé tette azt, hogy ez a mai nap ne olyan legyen, mint a szokásos pénteki tanítási nap, hogy bent ültök a tantermekbe, hanem itt összejöjjünk. Igazából mi, a muzsikás együttes zenészei, amikor még fiatalok voltunk, akkor gyerekek voltunk, élt Kodály Zoltán, a 20. század egyik legnagyobb zenésze, zenepedagógusa, és egy nagy magyar hazafi, aki megálmodta Magyarországot. Azt szerette volna, hogy itt a Kárpát-medencei közepén Magyarország olyan legyen, hogy mindenki boldog, mindenki harmonikus. És erre azt a receptet adta, hogy az oktatás középpontjában legyen a zene. Ez nagyon furcsa és nagyon szokatlan, mert ma mindenki úgy gondolja, a zene az egy hobbi, a zene az egy olyan dolog, ami úgy van, de nem a fontos tantárgyak közé tartozik. És ebben természetesen persze a oktatási vezetés is partner. Kodály idejében, amíg azt elmondom, hogy Kodálynak ez lett az ötlete, hogy a zene legyen ott, ez már megvalósult a régi görögöknél. Tehát ott az volt. És a következő volt a csinált általános iskolákat, ugye akkor 8 osztályos általános iskolák voltak, ahol mindenki abba az iskolába járt, ami a lakásához, az otthonhoz a legközelebb volt. Kiválasztott néhány ilyen iskolát, és ott bevezette az intenzív énekzeneoktatást. Azaz egy héten 7 énekóra volt, minden diáknak kellett ezen kívül kórusban énekelni, egy hangszert megtanulni, és egy idő után zenekarba is muzsikálni. Rengeteg idő ment el így az ének és a zenére, de ezek az általános iskolák diákjai voltak a legjobbak a kerületben és az országos szinten is, matematikából, fizikából, történelemből, és még nyelvekből természetesen, és testnevelésből is. Ami azt jelentette, hogy a zene nem elvette az időt az úgynevezett más tantárgyaktól, fontos tantárgyaktól, hanem a szellemet olyan állapotba hozta, hogy sokkal könnyebben tanult mindenki. Játékosan tanulta meg azokat a dolgokat, amiket nagyon sokszor ma nagyon nehezen tudunk megtanulni. Sokkal nehezebben. Aztán, hogy Kodály meghalt, ezeket az iskolákat egymás után zárták be, és ma már ott tartunk, hogy országos szinten heti egy énekórát tartanak. És ekkor határoztuk el, hogy végigjárjuk Magyarország iskoláit. Minden évben elmegyünk 60-65-70 iskolába, így, hogy fölhívjuk a zene fontosságára figyelmet. És mivel mi a muzsikás együttes, a magyar népzenét játszunk, hát mi ezen a zenén keresztül próbáljuk elmondani azt, amit szerintem tudtok, hogy a zene nagyon fontos az ember életében. Nem is létezett emberi közösség zene nélkül, soha, sehol a világban. Bármerre jutottak el a felfedezők, az emberek mindig ugye közösségben laknak, mert mi közösségi lények vagyunk. Tehát minden emberi közösségnek megvan a nyelve, hogy a gondolatokat kicseréljék, de megvan a zenéje is. Mert azt szokták mondani, hogy ahol a szavak befejeződnek, ott kezdődik a zene. Itt a Kárpát-medencében, ahol mi lakunk, ahol nagyapáink, édesapáink, dédapáink laktak, itt is kialakult egy olyan zene, ami körbevette az embereket szinte születéstől az élete végéig. Ez a zene a városokban nem volt. Vagy eltűnt, vagy soha meg nem gyökeresedett. A falu viszont megtartotta. Olyannyira, hogy 100 évvel ezelőtt, amikor Kodály és Bartók elindult faluról falura járva, akkor szinte érintetlen formában találkoztak ebben a zenével. Azt hitték, hogy néhány év alatt összegyűjtik az összes dallamot, amit a Kárpát-medencében megtalálható. Ők maguk sem sejtették, hogy micsoda kincs rejtőzködik itt ezekben a közösségekben. Az ő munkájukat folytatták sokan, és ma a Tudományos Akadémián a Magyar Népzenei Gyűjtemény, a világ legnagyobb gyűjteménye, több mint 200 ezer dallamot gyűjtöttek föl, dallamot és dallamvariáns. Hihetetlen szám. Képzeljétek el, hogy járjuk a világot, szintén el szoktuk mondani újságíróknak, riportban, mindenki hületezik, hogy ti ilyen gazdagok vagytok. Hát igen, mondom, ebben mi ilyen gazdagok vagyunk.
Mi a muzsikás együttes zenészei budapestiek vagyunk, személyesen, hogy én 21 éves koromig nem is tudtam ennek a zenének a létezéséről. Aztán, amikor meghalottam, akkor beleszerettem, és a zenésztársak, kerestem társakat, így alakítottam az együttest. A magunk gyönyörűségére kezdtük el muzsikálni. Nem is hittük azt, hogy rajtunk kívül ez bárkit érdekelni fog. Csak az volt a probléma, hogy nagyon nehéz volt megtanulni, ugyanis ugye mi zeneiskolába jártunk, és azt a zenélési módot, amit ott tanultunk, azt valamilyen módon nem tudtuk alkalmazni. Hallottuk, hogy valahogy máshogy zenélnek, más ennek a zenének a lényege. Hogy mi is azt csináltuk, mint Kodályék, hogy elkezdtünk gyűjtőútra menni. És szerencsénk volt, mert 70 évvel a Kodályék partokinak a gyűjtése után még mindig nagyon sok olyan faluban jártunk, ahol ez a zene még élt. Így, legfőképpen Erdélyben. Így jutottunk el Erdélyben, Kalotaszegen egy faluba. Ottani faluban az ottani zenészeket, vagy hogy a falusiek hívják a falusi zenészeket, a muzsikások, ottani muzsikások voltak a mi első mestereink, és tőlük tanultuk azt a zenét, amiben most ezt az énekórát kezdjük. Erre a zenére ebben a faluban táncoltak. Tehát amit valamit fogtok táncene. Persze egy tánc az mindig sokáig tart, mondjam egy tánc, vagy egy bál, az egész éjszaka, vagy egy lakodalom, két nap és két éjszaka. Most néhány percben játszunk nektek, ez egy táncdalomból kétfajta zenét, az egyik egy lassúbb, a másik egy pattogósabb, gyorsabb zene. Fogadjátok szeretettel a muzsikás együttest! Thank you.
történt, hogy elkezdtünk zenélni, aztán megkereste a lemez cég, hogy nem, a Hungaroton az egyetlen lemez jár, hogy csináltunk egy lemezt. Aztán ez a lemez kezébe került egy angol zenei producernek, aki elhatározta, hogy ezt kiadja Angliába és az egész világon terjeszti. Ez az ember, ez a Joe Boyd nevezett úriember, ő a Beat mozgalomnak a kezdetén már ott volt, ilyen 20 éves volt, amikor ő volt a menedzser azoknak a zenészeknek, hogy csak 19 évesek voltak, ő volt a nagy fiú, és olyan zenészeknek adott ki lemezt, mint Jimi Hendrix, és sokáig, 6 évig volt a Pink Floydnak a menedzsere. Na, ő beleszeretett a magyar zenébe, olyannyira, hogy elhatározta, hogy megtanul magyarul. Hát 15 évennek a elhatározásnak, de most nyáron találkoztunk, még mindig angolul beszéltünk egymással. Azt mondja nekem ez a Joe, te Daniel, ugye egy angol, azt mondja, egyet egészen biztosan tudok. Mondom, hogy mit, Joe? Azt, hogy a mennyország hivatalos nyelve a magyar. Na erre meg kihúzza magam, hát persze, mert mi más nyelven beszélnek az angyalok, mint magyarul. Szóval, de Joe, te ezt honnan tudod? Onnan, mondta, hogy a magyar nyelv megtanulásához az örökké valóság sem elég. Nos, hát a nyelvünkön keresztül valószínűleg nehéz minket magyarokat megérteni, a zenénken keresztül sokkal könnyebb. Olyan dallamok következnek, amik kimondottan hozzánk tartoznak. Tudósok szerint ezek a dallamok több mint 1000 egyes kutatások szerint lehet, hogy 2000 év óta élnek velünk magyarokkal. Ahol magyarok laknak, ezek megvannak, sehol máshogy nincsenek, legalábbis itt Európában. Ott vannak még meg, akik még valamikor, még sok-sok százezer évvel ezelőtt együtt éltünk, azoknak a népeknél lehetett ezeket találni. Ilyen dallamokat fogunk játszani Dél-Dunántúlból, egy kis faluból, az a neve, hogy Bogyisztó, de még mielőtt ezt játsszuk, bemutatunk egy olyan hangszert, egy pásztor hangszert, ami nagyon különleges. Ez egy furuja. Csak hogy a furuja ugye az mindenütt meg, az nem egy különleges hangszer, de ez igen. Ugyanis ez egy somogyi pásztor furuja, ahol is a somogyi pásztorok maguknak faragták, maguknak készítették. Nagyon ügyes fafaragok és kiváló zenészek voltak, de volt egy elképzelésük a furuja hangot illetően. Úgy tartották, hogy annál szebb egy furuja hang minél mélyebben szól. Nos hát ezért ők hosszú csőből készítették a furuját. Csak ugye ennek van egy fizikai határa, a cső nem lehet hosszabb a furuja, mint amit a zenész még elér, tehát a luknak azért olyan, tehát nem lehet távolabb, mint a keze, mint a karja, mert szóval nem tud rajta muzsikálni. De hát így készítették ezt a hangszert, hogy minden pásztor hangszerének a mércéje hossza az ő karja volt. Ezt a hosszú furuját aztán úgy is hívták, ezt nem hiszitek el, hogy mi volt a neve. Az volt a neve, hogy hosszú furuja. Ilyen hosszú furuját készítettek Éri Péter zenész barátomnak, az ő méretére szabva, test karimószára méretezve. Ugye? Ugye, milyen hosszú? Hát ugye 185 centi neki lehet hosszú furjája, hosszú furjája. Amikor a zenész muzsikál, akkor nem csak fújja a hangszert, illetve ugye egy billegteti, hanem énekel. Azaz beledúdol egy dallamot a csőbe, és ez a két hang összekeveredik, a furja természetes hangja és a csőben megjelenő énekhang. Hát ezt fogjátok most hallani 2000 éves dallamokkal. Thank you.
Rövid vonót használtak nagyon sok felé Magyarországon, amit maguk készítettek, erősebb hangzást lehetett adni, mint a klasszikus hosszú vonóval. Szóval egy ilyen bálba, amikor elmentek, vagy pláne lakodam, de meg egy bálba az, szombat estétől úgy vasárnap reggelig tartott. Tehát megy el a bőgős, és játsza mondjuk a csárdást. Így. Szétszaka. Erre már lehetne táncolni. Csak hát, ha csak a bőgős ment volna el, lehet, hogy egyesek. Mondták volna, jó, jó, de hát ez ilyen egy hangú. Pedig hallottam, hogy két hangot játszok. Persze sosem ment el egyedül. Egyik társa, zenész társa a kontrás. Kontra egy méhegedű, vagy brácsa átalakított változata. A négy kuros hangszert három kurosra alakítja a zenész, de úgy, hogy a három kur egyszerre megszólalhasson, hármas hangzatot adva, ezzel dallamot nem is lehetett játszani, harmóniát játszott ritmusosan a bőgőssel. Thank you.
kerül az igazi zenéhez, ez a zene fel. Úgy mondjuk, hogy ez a kíséret, amit kísérünk, az meg a dallam. A dallamot mindenki el tudja muzsikálni, mert mindig velünk van a világ leggyönyörűbb hangszere, az emberi ének, amit a torkunkban, a hangszálaink. Falusi zenészeknél azonban ugye dallam hangszer játsz a dallamot. Itt Bogyiszlón, ebben a faluban egy különleges, bengetős hangszer, és megszólalt a vonósak között. Hát járjuk az országot több éve, Bortelek Laci, amikor felmutatja ezt a hangszert, akkor felfülleg picik, azok aranyosak, általános iskola alsósok, azok annyira lelkesek, felmutatja Laci a hangszert, és azt mondja, hogy na milyen hangszer ez? És akkor fülig ír a szájuk, és hangosan kiabálják, hogy banjo! Süllyedünk az égyent. Bencs, egy amerikai hangszer Magyarország, Bogyiszló, hogy kerülne oda? Mentő kérdés. Miért? Láttatok ti már banjót? Igen! És így néz ki. Nem! Ugyanis ezt nézzétek meg, ezt a kis hangszert. Annyiban közös a banjóval, hogy bengetős. Mi is ez, Laci? Ennek az a neve, hogy tambura. Régen elterjedt volt egész Magyarországon, most már csak a Duna mellett nem messze ide, például Szentendrén a Désztávok kezén maradt meg, és Mohács környékén vannak még tambura zenekarok. Désztáv és magyar tambura zene, hoppá, ezt most nem tudom. Megmutatom külön egy kicsit a hangját, mert itt sajnos egyedül vagyok tamburás a zenekarban, pedig az is nagyon szép. Kedves barátaim, ez milyen hangszer? Jaj, de jó, jó, szóval nem, de valóban hegedű. Na, hát ezt tényleg mindenki tudja. Azt már nem mindenki tudja, hogy ezt a 16. században itáliai nagy hangszerkészítő familiák fejlesztették erre a formára. Azelőtt is voltak húros, vonós hangszerek, de ez a típus, ez akkor fejlődött ki, és olyan jól sikerült, hogy azóta is ezt használják a szimfonikus zenekarokban, a jazzben, és hát a falusi muzsikások is természetesen. A hangszert ezek az emberek, ezek a hangszerkészítők nagyon nagy gonddal készítették. Különös gonddal. Úgy gondolták, hogy a hegedű az egy lelkes lény, lélekkel bíró, emberhez hasonló. Azt mondjuk, azt kívülről látjuk is, hogy van feje, van nyaka, van teste, és ez a bizonyos lelke, ez is létezik, mert ahhoz, hogy a hangrezgéseket átvigyük a fedőlapról a hátlapra, és ezért az egész hegedű egyszerre szóljon ilyen gyönyörű módon, ahhoz alkalmaznak egy pici kis fahengert belül, amely pont itt a hurt tartó láb közepe alatt van. És azon, hogy azt hova teszik és hogyan készítik el, milyen az, azon múlik a hegedű hangjának a szépsége. Természetesen ugye az is felvetődik, hát jó ember, de hát akkor most nő vagy férfi? Hát erre az volt az ő válaszuk, hogy természetesen nő. Nyilvánvaló, ugye? És természetesen férfi. Ugyanakkor. És amikor ez a két dolog gyönyörűen rezgésbe hozza egymást, akkor születik meg a csoda, akkor születik meg a gyönyörű Józsika hang. Most ez, hogy ez megszülessen, ahhoz kiskorba elkezdik tanítani a gyerekeket. Na, én zenébe jártam, és 8 éves korunktól kötelező volt valamilyen főhangszer, mellékhangszer, ilyesmi. Hát én hegedűni tanultam, és az egyik első dallam, amit tanítottak, azt most szívesen átadom. Thank you.
újra, ilyen hideg sem volna álló fia szél. Na, valóban ez az emlegetett falu, Duna mellett lévő falu, Hogyisztó, és ott találkoztam Olsós kis Jani bácsival, a Prímással, aki azt mondta, hogy fiam, ha azt akarod, hogy a népek vidámak legyenek, a fiatalság bótázzon, akkor így csináljad. Igazi falusi bandával kísérnek majd minket. Úgyhogy velem együtt jó hangosan erről a hangról. Hey Dunáról, kúja a szél, szegény ember mindig él. Na még egyszer, egy Dunáról. Hely Dunáról, kúja a szél, szegény embert mindig ér. Dunáról, kúja a szél, ha Dunáról nem fújna a jegyének sem volna. Na most rendesen hangosan. Hely Dunáról, kúja a szél, szegény embert mindig ér. Dunáról, kúja a szél, ha Dunáról. Jancsika, miért nem jöttél nagyobbra? Dunáról fúj a szél, jöttél volna nagyobbra, lettél volna katona, Dunáról. Érik a szőlő, érik a szőlő, hajlik a messző, gondolt a levele, két szegény legény szántani menne, de nincs. Van vörös hagyma, van vörös hagyma, a karisznyába keserű. Magába szolgál a lények, fej a szegénynek. Másik ország, másik négy nemzet, ahol a
négyzene ennyire fontos volt, és ennyire beleintegrálódott az emberek minden nap életébe, és ők az írek. Jártunk sokszor Írországban, és megtapasztaltuk, hogy mennyire él még mindig a zene. Hát nekik, ellentétve velünk, nekik még most is fontos a saját népzenéjük. Aztán hallgattam az ír népdalokat, gyönyörű népdalok vannak, és a dalok túlnyomó többsége a viszkiről szól. Na mit gondoltok, miről szólnak a magyar népdalok? Pálinkáról. Hát nem teljesen, azért nem azt énekelték, hogy hely Dunáról fúj a szél, a pálinka sokat ér, nem ezt énekelték. Hát képzeljétek el, hogy a szerelemről szólnak. Szinte az összes. Hát nem lehet, hogy mi, nekünk ez a fontos. Van akinek a viszki, mi másmilyenek vagyunk. Énekeltük ezt a dalt, hogy hely Dunáról fúj a szél. Az ember úgy gondolja, hogy ez egy időjárás jelentés. De nem az, ez egy szerelmes dal. Végpedig a Dunántúlon vaskos, pajzán, kőkeményen pajzán szerelmes dal ez. Csak nem értjük, hogy mit jelent. Na most a tanárnénével konzultáltam, hogy elszabad-e ezt magyarázni, hogy miről szól, és ő fölhatalmazott rá, és hogyha majd ki lesz kapcsolva az a fölvétel, és letagadjátok, vagy letagadom, hogy ezt tőlem tanultatok, akkor most elérnek rám, ugyanis a következőképpen történt ez. Én is csak, amikor már népzenében foglalkozom, akkor bukantam rá, hogy ez egy három versszakos ez a népdal, csak a második versszakot, a középsőt, a tanügyi bácsik kiúzták az óvodások tananyagában. Jó, hát óvodásoknak kell. Na de mi nem tették vissza a középiskolásoknak? Ezt nem értem. Ugyanis hát azt értettem, hogy ez a hely Jancsika, Jancsika. Jancsika. Miért bántják azt a Jancsikát? Nem elég baj neki szegénynek, hogy kicsi. Egy csúfolják is. És hogy jön az a időjárás jelentéshez? Na hát akkor elmondom, hogy hogy is volt ez a eredetileg. Azt mondja, az első az ugyanaz, mint régen, azt mondja neki, hogy hely Dunáról fúj a szél, szegény embert mindig ér, Dunáról fúj a szél, ha Dunáról nem fújna, ilyen hideg sem volna, Dunáról fúj a szél. Hely Dunáról fúj a szél, feküdj mellém, majdnem ér, Dunáról fúj a szél. Nem fekszem én kend mellé, mert túl rövid a kendé, Dunáról fúj a szél. Hely Jancsika, Jancsika, ami nem nőtté nagyobbra, Dunáról, értitek? Most így nekeltük még azt, hogy évik a szőlő, hajnök a veszély. Ezt most nem mondom el, mit kell. Találjátok ki, ne a mezőgazdaságra gomboljatok, nem. Nem azt jelenti. No hát. Folytatjuk. Másfajta zenével. Mégpedig a keleti Kárpátokban élő gyimesi csángó magyarok zenét fogunk játszani. Egy nagyon különleges zenei hagyomány maradt meg, ami egyrészt ilyen szinte középkori, tehát egy ilyen nagyon régi ősi, másrészt meg nagyon modern, különös a hangszer összeállítás, összesen két tagú a zenekar, hegedűs mellett egy ritmus hangszer, egy dob-szerű hangszer adja egyedül a kíséretet, az ütőgardon. Ezen a hangszeren húrok vannak, egy fából van kifaragva az egész, nagyon stabil, nagyon kemény hangszer, de nagyon erős, és nagyon feszesen húzzák föl a húrokat, a birkabélből sodort húrokat, hogy a hangszer összehangolják a hegedűnek az egy húrjával. Thank you.
minden üti, és egy dobszerű hangja van. És a negyedik kurt meg, ami itt van egy vékony, megcsípi, és az oda csattan, ha elengedi a zenész az alatta levő falapra. Hangszer, a dallamot játszó hangszerben csak ritmus kíséret volt, tehát itt a gyimesi csángók valamit megőriztek a középkor Európájából a mai napig. Táncszerét játszunk. Előtte viszont egy olyan különös, ritka muzsikát mutatnék meg, ami valóban nagyon-nagyon régen az emberi régi-régi közösségekhez nyúlik vissza. Ez a gyimeséknél keservesek, hajnali nóták és halott kísérők formájában maradtak fönn. Temetéskor is megy a temetési menetben egy hegedűs és az elhunytnak a kedves dallamát játsza egy variációs formában. Az én véleményem szerint ezek a variációs formák, ezek nagyon közel vannak a Bach szólószonátáinak a hegedű megoldásaihoz és felfogásához. Fontos megjegyeznünk azt, hogy amit megtapasztaltunk az előbb példa, amikor elkezdtünk énekelni, akkor egyre vidámabbak lettünk, tehát a muzsika az világi, de ugyanakkor ezekben a szomorú pillanatokban, ezekben pedig gyógyít, vigasztal. Thank you.
zenét, hallottam egy ilyen csengetést. Azt hiszem, hogy be kéne fejeznünk. Akartok visszamenni. Mindenki akar tovább tanulni, mert mégiscsak. Nem azért jöttetek az iskolába, hogy minket hallod, hanem azért, hogy az órák, hogy miért. De hogyha kapunk még 5 percet, kapunk még 5 percet. No hát, ha igen, akkor még ebben a hátralévő időben egy pici hangulatot szeretnék veletek együtt felidézni. Természetesen az a felidézés a mi emlékeinket idézzük fel, de közösen meg tudjuk valósítani. Falusi élet egyik legnagyobb eseménye a lakodalom. Hát persze régen volt az, még régen még Magyarországon is az ott. Városban nem volt olyan nagy, de falun, emlékszem, még gyerekkoromban nagyon itt Magyarországon, tehát Erdélyben azért tényleg. Szóval egy erdélyi lakodalom az valami olyan, amiről tényleg azt lehet mondani, hogy hetet országra szóló. Akkor kihirdetik, hogy templomban, hogy a fiatal pár össze fog házasodni, akkor a vőlegény és a mennyasszony végig járja azokat a házakat, ahol a vendégek hivatalosak. Az azt jelenti, hogy ők meghívják a lakodalomba, az legalább 200-300 embert jelent. Ezek el is mennek a lakodalomba, mert ugye ez nagyon fontos és nagyon komoly dolog megpecsíti a barátságot, hogy ott vannak a lakodalomban. Hetekkel korábban már elkezdenek készülődni, és amikor eljön a nagy nap, ugye akkor már minden készen áll. Olyan sok dolognak nem kell készen lenni, ha az ember belegondol, csak hát sok munka előteremteni. Tehát nagyon sok finom étel kell, nagyon sok finom ital kell, és kell a jó muzsika. És akkor ott van a nászné, ott van a mennyasszony, a vőlegény, ott van a pap, lehet mulatni. Ez az egyetlen dolog, ami a násznétnak a kötelessége, hogy mulasson. Ezzel tegye emlékezetessé a lakodalmat. No hát elmegy a vendég a lakodalomba, leül ott a padon az hosszú asztalhoz, elkezd enni. Persze előtte otthon nem eszik, mert tudja, hogy finom étel van, meg hát az egy biztos bántás is lenne, hogyha nem enne nagy étvágyal eszik. És erre megszomjazik. Na most a magyar ember leleményes, és tudja, hogy ha megszomjazik, akkor inni kell. Na megiszik egy pohárkával, majd megiszik egy másikkal, és akkor a következő történik, ott ül. Itt a bal bokánál egy kis zsibbadás kezdődik, ami melegség formájában elindul fölfelé. És amikor ide ír a torokhoz, akkor nóta formájában kijön. És úgy nótázik a magyar ember, ezt megfigyeltem, kezét föntartja. Így, az ujját, ugye. Sőt, láttam olyanokat, ez már bonyolult dolog, tehát nem csak, hogy föntartja, két dologra figyel. Énekelni, meg az ujját föntartja, hogy van, aki így mozgatja is, képzeljétek el, jobbra-balra. Na most az első nótának az a következménye, hogy húzza utána a másodikat. A második meg a harmadikat, és egyre nagyobb lesz itt a jóked. Hát ez az, ettől féltem. Na nem baj, és akkor ne féljek. Akkor, és akkor megtörténik az, ami a geofizikusok, ugye az a polgári szakmám, a geofizikusok nagy álma, amit még soha senkit sem nem tapasztaltuk, létrejön az antigravitáció. Az azt jelenti, hogy ül a mókus, ott a vendég, bocsánat a násznép, így, fönn az ujja és énekel. Érted így? És egyszer csak így elindul fölfelé. Észre se veszi. Érted? Fölhúzza az antigravitáció. És amikor fönnáll, akkor már tudja, hogy azért állt föl, mert táncolni kell. Udvariasan fölkér a feleségét. Mari! Jön is a feleség. Az első tánc mindig az asszonyé. Aztán a második már a menyecské, meg a harmadik, meg a mennyasszony, hogy szól, végig táncolja az egész éjszakát, és ahogy táncol, az a jó kedv, ami antigravitációt úgy létrehozta, az tovább fokozódik, és a végén már, amikor elérkezik a csúcspontra, szinte szétveti a jó kedv, és akkor elkezd csúlyogatni. A csúlyogatás igazából kiabálást jelent, mégpedig a tánc a zene ritmusára való rigmusok, vers sorok rá kiabálása.
itt a lakodalomban persze, hát ezek mind a jókedvet fejezik ki, lehetnek ezek. A jókedvet kívül lesz, ezek csúfolódók, csúfolják a mennyasszonyt, a vőlegény nagyokat kacagnak. Ilyenkor meg nem érdemes meg a papot, hogy jaj, arra nagyon sok ilyen csúlyogatás. De most mondjuk az, amivel elkezdi a jókedvét fokozni, az köve így hangzik. Szóval én vagyok a nászli, már a antigravitáció megtörtént, itt van a pár, az a leány, vagy asszony, vagy a feleségem. Szóval a lényeg az, hogy olyan kedvem, hogy elkezdek kiabás, azt mondom, hogy járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam... Ez is benne. Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balok meggyaláz! Hát ilyeneket meg ez hasonló. No hát, az egész mindent azért volt, hogy most itt ezt közösen fogjuk csinálni. Napig úgy, hogy megtanuljuk ezt a négy sor, ezt most úgy csináljuk, hogy én egyet kiáltok, egy sor csúlyok, de meg vissza, jó? Na, figyelj, próbáljuk ki. Járd ki lábam, járd ki most! Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyázz! Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balok meggyaláz! Mert a balok meggyaláz! Jó, alakul. Na, azért, hogy memorizáljuk, most nehezítjük a feladatot. A feladat az lesz, hogy velünk együtt. Tehát, minthogyha... Tehát most nem előre kiabáljuk, hanem együtt kiabáljuk, de minden sor között ugyanannyi szünetet tartunk, mint amennyi a sorhoz, meg is mutatom. Ennek az volt a praktikus oka, hogy tánc közben illet levegőt venni, különben fulladásos halál állapotba jönnek. Tehát mutatom, most csak én megmutatom, hogy képzelem ezt, hogy járd ki lábam, járd ki most! Lábam, nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balok meggyaláz! Aki tud magába számolni, nem kell mutogatni, csak érezzétek, hogy jó megvan, és teszed el itorokkal. Három, és... Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balon meggyaláz! Úgy van. Na most a negyedik sor végül tovább nehezítjük a feladatot, most csak a lányoknak. Csak a lányoknak. Most a lányoknak, amikor idáig megadjuk a hölgyek, mindenki, aki a szebbik nem képvisel, ugye? A negyedik sor végén, ami úgy hangzott, hogy mert a balon meggyaláz, folytatósorosan rákiáltják a következő mély gondolatokat tartalmazó mondani valót, ami úgy hangzik, hogy magasabban, ritmusosan, tehát... Na lányok, három, és... Megmutatom még ez utoljára. Három, és... Úgy van. Úgy van. Vannak persze, akik némasági fogadalmat tettek, nem baj. Majd mindjárt megjön a bátorság, mert most megmutatjuk nektek, leányok, hogy mit jelent az a szó, hogy férfi. A férfi ember sem marad csöndben a negyedik sor végén, elbűnül, mint szarvasbika, az erdőben ősszel, kiereszti a torkát, hagy haj az a fehér nép, mit is jelent, amikor egy férfi úgy elbűnül, és a következő azt mondja, hogy csúnya, azt nem mondhatja. Ilyet férfi ember, aki a következőt mondja. Itte ha, ha te ha! Elmondom a szövegét lassan. Így te ha, ha, te ha. Így te ha, ha, te ha. De úgy tisztelővel. Na fiúk, három, és... Így te ha, ha, te ha. Tökéletes volt a többiek is. Tehát így te ha, bátran van. Három, és... Így te ha, ha, te ha. Keményedben! Így te ha, ha, te ha. Na, de mivel az Isten az embereket vagy leánynak,
vagy fiúnak teremtette, vagy férfinak, vagy nőnek. Most az egyecsüléskor a következő képen fogjuk ezt meghallani. A leányok a felhő magasságában azt kiállítsuk, hogy a férfiak megtámasztják, ütte-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Na, akkor most egyszerre mindenki a sajátját, jó? Gondold át kétszer alapos, amit hoz ki a vállal. Aki se nem férfi, se nem nő, se nem fiú, se nem lány, az most csöndben maradhat. Több ilyen. Figyelj, három és ütte-ho! Ez annyira tökéletes, hogy most már csak egy kicsit nehezítjük a feladatot, a negyedik sort elé tesszük. Tehát úgy van, hogy mert a balog meggyaláz, ütöhova te ha vagy. Mert a balog meggyaláz, csúnyúj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 
Köszönöm. Most akkor most ez zenére. Azt figyeljétek, hogy a zene gyorsulni fog, akkor persze gyorsabban is kell kiabálni. Az egészet Csipos Misi fogja vezetni, figyeljétek őt, hogy majd beindulni fog kell kezdeni azzal, hogy járt ki lábam, úgy kezdődik, járt ki lábam, járt ki. Na, akkor valami menj, azt mondjuk is. Yeah, you are.
László, Hamar Dániel.